Ennek a látogatásnak igazából olyan különleges célja nem volt, de az biztos, hogy hozzájárult a kapcsolat fejlődéséhez. Eichtalban minden hónap utolsó hétvégéjén van a Stadtlese Fest, ami mondjuk pontosan az időpont miatt is talán kicsit hasonló a mi Jakab napunkhoz, egy nagy városi fesztivál. Ugye Eichtal is egy Sümeghez hasonló méretű, vagy nem sokkal nagyobb kisváros, és ilyenkor szoktak bennünket meghívni. Ugye ez a barátság a legrégebbi, most már 27 évre tekint vissza, és valóban nagyon jól működik. Egyébként pedig, hogy a kérdésre egy kicsit visszatérjek, volt ennek haszna idén is, tehát nem csak arról szólt a dolog, hogy érezzük jól magunkat, és jókat beszélgessünk meg, hanem már az első este, amikor megérkeztünk pénteken, a vacsoránál megbeszéltem Krusz polgármester úrral, hogy őt is érdekelte, ugye egyrészt az, hogy Sümegen mi történt az elmúlt nagyjából egy évben, amikor utoljára találkoztam vele. Én hál' Isten beszámolhattam neki azokról az elképzeléseinkről, amelyek most már ugye félig meddig kezdenek valósággá válni, hiszen a pályázati pénzek rendelkezésre állnak a legtöbb esetben. És ő is beszélt a saját városáról, meg egyáltalán arról, hogy ők milyen helyzetben vannak, meg milyen pályázati lehetőségeik is vannak. Ez nyilván nagyon jó neki is, nekem is, hogy a másik problémáit megismerjük. És így például megtudtam, és most így szeretném is elmondani a sümegi, vagy hát a magyar tévé nézőknek, hogy azért vannak nagy problémák Németországban is, például Eichtalban most az a helyzet, hogy köszönhetően ennek a globalizálódó világnak 2-3 olyan nagy cég is otthagyta őket, és kitelepítette Törökországba meg máshova a termelést, akik a legnagyobb adófizetői voltak Eichtalnak, és most bizony idén már körülbelül a fele adóbevétele van a városnak, mint még tavaly vagy tavaly előtt, és ez hát nyilván nagyon nagy probléma ennek a kisvárosnak, és éppen ők is most gondolkodnak azon, és el is kezdtek már ezen dolgozni, hogy 2020-ra egy új ipari parkot építenek, egy 6 hektáros ipari parkot, ami persze hatalmas költség, és náluk ezek a pályázatok, ezek 40%-os önrisszel járnak, tehát nem úgy, mint itt például a topos pályázatoknál, hogy 100% a támogatás, hogy nekik keményen 40% önrészt be kell fizetni. Aztán másnap volt egy körséta is a városban, illetve a város környékén. Ott főleg az oktatásról esett szó, az óvodai és az általános iskolai ellátásról, és hát például így azt is megtudhattuk, hogy ott a szülőknek elég szépen fizetni kell minden óvodás gyermek után nagyjából 500 eurót gyerekenként. Tehát ezt csak azoknak mondom, akik ugye azt szokták mondani, hogy mennyivel több Németországban adott esetben a fizetés, hogy igen, az valóban több, de hát mondjuk itt a gyerek az ingyen járhat óvodába, ott pedig mondjuk 500 eurót kell a szülőnek fizetni érte, és azt is megtudtam, ez engem meg is döbbentett egyébként, hogy ha egy kismama elmegy szülni, akkor 6 hétig lehet otthon a gyermekkel, úgyhogy megkapja a fizetése 100%-át, és utána nem kap ellátást. Tehát azért úgy szerintem jó külföldre látogatni, és talán az is jó, hogyha nem csak a csillogást látjuk, meg azt, hogy 2000 vagy 3000 eurós keresed van, hanem a másik oldala után is érdeklődünk. Úgyhogy nagyon jó volt ilyen szempontból is, és egyébként meg is beszéltem utolsó nap a polgármester úrral a vacsoránál, hogy őt is sokkal jobban érdekelnék ezek a dolgok, tehát hogyha legközelebb jönnek, akkor erre is nagyobb hangsúlyt fektetünk mi is, hogy valóban akár itt a hivatalban is, vagy akár egy ilyen kis sétával megmutassuk nekik a mi intézményeinket, és hogy ők is jobban képbe kerüljenek, hogy mibe kerül az nekünk, hogyan tartjuk fenn. Van-e terv arra vonatkozóan, hogy mikor látogatnak ők majd Sümegre, hogyan folytatódik a testvérvárosi kapcsolat? Igen, erről is beszéltünk.
Ugye szeptember végén lesz a szüreti fesztiválunk, amit most egyébként úgy tervezzük, hogy egy nagyobb fesztivál lesz, és majd Kisfaludi nevéhez kapcsoljuk, hiszen 245 éve született Kisfaludi Sándor. Erre hívtam meg a testvérvárosi küldöttséget, és valószínűleg, hogy ez így is maradt, tehát jövőre is majd akkor jönnek. Ugye a németeknél ez a nyár, ez egy olyan időszak, hogy mindenki akkor veszi ki szinte kötelezően a szabadságát, és hogy nekik inkább megfelelő ez a szeptemberi időpont.